sokkal inkább szerettem volna zenész, muzsikus lenni, mint testvérbátyám, itt Debrecenben a kántus karnagya, most már nyugdíjasként, de valahogy úgy jött össze, hogy az álom maradt, és egy nyári kántorképzőn Debrecenben egy óriási hangulatú kántorképzőn dőlt el egyértelműen a bizonytalan, lett a kérdőjel felkiáltó jellé is, eldőlt, hogy lelkész legyek, nem bántam meg azóta sem. Szolgáltam Nyíregyházán 2 évig pályakezdőként, még diákként, oda kihelyeztek. Itt voltam 5 évig segédlelkész Pozsonyi úton, 10 év Budaörs, nagyon szép 10 év volt, és 93 óta megint itt vagyok a Pozsonyi úton. Visszahívtak, és itt lehetek a gyülekezetben. Tipikusan Budapest City gyülekezet, belvárosi gyülekezet, nagy mozgolódásokkal beköltöznek, kiköltöznek emberek. Nincs igazán körzethatár nálunk. Gyülekezetünkről annyit csak, hogy 2 évszakos budapesti gyülekezet, olyan tipikus. Nyáron sokkal kevesebben vagyunk, ősztől azért május végéig szépen vagyunk, hála Istennek. Erdélyi lelkész kollégámmal beszélgettünk annak idején, először találkoztunk, és ő előadta, hogy neki van 3 gyerek, meg egy leánka. Én megmondtam nagy fuzsitosan, erdélyesen szólva, hogy nekem nincs gyerek. 10 percig sajnált, hogy nem baj, elkésve neked, és majd az gyereköd. Mondom, 3 is van, csak leánka. Három is van. Anna lányom az első lányom, ő ekte bölcsész, magyar könyvtár, médiaszakos tanár. A második lányom a geológiai tudományok doktora, Márta lányom, geológus. Sülit, aki pedig itt ül a balomon. Szintén bölcsész, újságíró, sportújságíró. Nekem ez magától értetődő volt, hogy én egy vallásos családban születtem, érkeztem egy szeretetteli közösségbe, legyen az család, és ugye tágabb értelemben rögtön a születésemtől már egy gyülekezeti közösségnek is a tagjává váltunk, hiszen fizikai és lelki értelemben is nagyon közel voltunk mindig a gyülekezethez, értelemszerűen apu közelében, és ez nekem egy plusz erőt adott, és erőt ad mind a mai napig az életemben. Egy olyan, inkább azt mondom, hogy zsinór mérték, amelyhez lehet igazodni. Egy olyan erős hit, amely olyan látásmódot enged, hogy talán nem csak, most hadd fogalmazok egy picit ilyen elvontan, nem csak horizontálisan látjuk az életünket, hanem vertikálisan is, és ezért máshogy élünk meg, akár hétköznapi dolgokat, akár ünnepeket, akár olyan tragédiákat, mint egy családtag elvesztése, hiszen van hitünk, van bizodalmunk, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. A hit mellett sok minden hétköznapi dolog is ugyanúgy érdekel bennünket, mint például a sport, az egy meghatározó dolog volt, és az is természetes volt a mi családunkban, hogy nézzük a sporteseményeket, sőt, ki is jártunk foci meccsekre. Azért azt érdemes elképzelni, ahogy apuval kimegy a 3 lány egy futballmérkőzésre, és szurkolunk a magyar válogatottnak. Ez nem egyszer előfordult. És engem beszippantott ez a millió, már általános iskolában fociztam a fiúkkal, aztán jött egy elhatározás a gimnáziumból, hogy akkor én most kipróbálom magamat tényleg, mint labdarúgó, nagypályán, füvön, stoplisban, sportszárral, tehát klasszikus nagypályás labdarúgóként, és nagyon jól éreztem magam, és ez a sportközeg is nagyon közel áll hozzám, és utána választottam ezt a szakmát, hogy mi azért nem voltam annyira nagy tehetség, akkor inkább beszélek róla, és akkor így jött a sportriporteri szakma. De tudomásom szerint apu is érdeklődött, nem csak a zenei pálya iránt, hanem a sportriporteri szakma iránt is. Szóval végül mégiscsak van egyfajta ilyen örökség aputól. Volt ilyen álmom, hogy zene pálya mellett, de ez távoli álom volt, sportújságírás. Letettem hamar róla. De lányomban ez tovább élt, és itt az elégtétel, ül mellettem a vágyaim elégtétele, Judit lányom. Anyukám, akinek az édesapja szintén református lelkész, Berényi József, aki sokáig Debrecenben szolgált, aztán pont a hite miatt hurcolták meg sajnos a kommunizmus sötét éveiben. Nagyon nehéz élete volt, de a hitét mindig megőrizte. Anyukám magyar tanár, magyar-latin szakon végzett, és ő a Bármadas Református Gimnáziumban tanít mind a mai napig, és ő az, aki azért szintén adott nekem apu mellett sok minden útravalót, hiszen az, hogy én is bölcsész lettem, az, hogy azért a kommunikáció szakot választottam, hogy,
hogy szeretek beszélni is a sportról, és bátran kiállok nagy közönség elé, az azért anyútól is ered. Kicsit tréfásan szólva, 8,5 unokám van, 6 leányka, 2 fiú, döntő női többség. A 3 gyermeknél csak miénk a szülőké a felelősség, itt nem. De óriási érzés, nagyon jó érzés segíteni. Elmenni az egyikért óvodába, elvinni a foci edzésre, elmenni a másikért, vinni a hegedű órára, nagyon jó eső érzés. Itt az életnek van megint nagyon fontos szerepe, a hitemben is, hitünkben is. Ma világa nem kiel sok beszédből, elég volt. Beszédinflációkort élünk, úgy érzem, ígérgetések, politika, bárhogy szószék, és sokszor tényleg mondjuk ki unalmas semmitmondások, mai ember példát szeretne látni sokkal inkább, mint sem hallani a mondani valót. Ezt próbáljuk, ahogy lehet magunk gyenge lehetőségeivel megélni a példaadást unokáknak is. Amennyiben az életemet meghatározza a hit, annyiban meghatározza a munkámat is, ahogy ehhez állok, ahogy végzem, ahogy a mindennapjaimat élem. Azt szoktam hangsúlyozni, ami nekem nagyon fontos, hogy nagyon sokszor elsodornak engem is a hétköznapi dolgok, feladatok, ügyek, problémák, és sokszor én is beleveszem ebbe. És a hit pont abban segít, akár a munkahelyen is, hogy meg tudjak állni, mikor már azt érzem, hogy túl sokat foglalkozom ezzel, és azt mondjam, hogy álljunk meg egy szóra, mennyi mindenem van, és mennyi mindent kaptam. Vannak nehézségek természetesen, vannak tényleg hétköznapi problémák, amelyek bosszantanak engem is, de igyekszem ilyenkor, ha csak a nap végén is megnyugodni, és végig gondolni azt, hogy mennyi mindent kaptam, és ezt az ajándékot, ezeket a dolgokat, ezeket az ajándékokat a Jóistentől kaptam. Ezt szeretem magamban hangsúlyozni, hogy ezek nem evidenciák. Akár az életem, akár a családom, ez a támogató, szerető közeg, akár a munkám, az, hogy biztonságban élem az életemet, hogy nekem is van saját családom, van munkám. Adás előtt, mielőtt a kamerán felgyullad ez a bizonyos piros fény, ugye mi ugye általában élőben dolgozunk, és akkor tudom, hogy már én vagyok képben és hangban, engem látnak és hallanak majd a nézők. Én nem látom őket, ugye ez mindig egy ilyen nehéz kapcsolódás a nézőkhöz, hogy elképzelem, hogy nagyon sokan figyelnek, de én nem kapok vissza szemkontaktust, nem kapok visszajelzést, de előtte néhány másodperccel egy ilyen rövid imát el szoktam mondani, hogy az Úristennek ajánlom a munkámat, és maradjon velem. Sok minden szempontból a fókusz azért áthelyeződött a gyermekemre, főleg természetesen, mivel ez még pici gyermekről van szó, fontos is, hogy fizikai és lelki értelemben is azért ő került a középpontba az elmúlt időszakban, noha azért visszamentem dolgozni egy év után, de most már nagyon fontos, nem csak az fontos, hogy velünk mi lesz, hanem a legfontosabb, hogy vele mi lesz, neki hogy alakul az élete, hogy tudom őt lelkileg, testileg nevelni, ez most már egy óriási nagy felelősség. Tehát itt most már egyel nőtt a tét, hogy aztán majd kettővel is nőjön, remélhetőleg belátható időn belül, hiszen érkezik a kis testvére. Nagyon fontos, természetesen fókuszba kerül. Mi kaptunk valami örökséget, kaptunk egy példamutatást, kaptunk hitet, mintát a szülőktől, és most már nekünk kell továbbvinni, és bízom benne. Nagyon küzdünk, jó értelemben mondom, hogy jó értelemben küzdünk azért, hogy ezt mi is hitelesen tovább tudjuk vinni, hiszen szerintem ez a legfontosabb, hogy hitelesen tudjuk nevelni hitben, lélekben, testben a gyermeket, és megmaradjon az a zsinór mérték, amellyel mi is élhettük eddig is az életünket. Ez egy fontos cél, fontos feladat. Ez a hálaadás temploma, a Pozsonyi úti Református Egyházközség különleges helyet foglal el az egész családunk szívében, hiszen már a nagyszülők itt esküdtek, már a szüleim itt esküdtek, mi is mindannyian itt esküdtünk, itt konfirmáltunk. Meghatározó, fontos eseményeknek volt ez a színhelye, és nagyon-nagyon különleges kötelék van a mi szívünkben is, a Pozsonyi úti református templom épülete iránt és a gyülekezet iránt is, és ezért tartozunk mind a mai napig mindannyian ide, és járunk össze Isten tiszteletek után is a család szűkebb és nagyobb részével. Idén ünnepeljük fennállásunk századik évfordulóját.
A születésnap advent második vasárnapja. Szeretnénk csendesen, de méltóképpen megünnepelni. A neve bennünket kötelez. Hálaadás templom. Mondják lélektan doktorai, ismerői, művelői, ha valaki tud megköszönni, tovább él. Ha meglátja a kicsiben és a szépet, a jót, tovább él. Immunrendszere erősebb. Hálaadás. Mindennél többet mond. Bajban is mindig van mit megköszönni.